Három, kettő, egy! A BSI futamási csoport folyamatosan azon munkálkodik, hogy közelebb vigyék a mozgást az emberekhez. Megalakulásuk óta számos jótékonysági futást szerveztek már. Idén sem maradt el az akciójuk, amellyel két helyi szervezetet szeretnének támogatni. Volt már olyan év, hogy gyűjtöttünk rászorulóknak, a szociális központ munkatársai nagyon sokat segítenek nekem ebben. Volt már, hogy a Tamásiban nemrégiben létrejött kutya otthonnak gyűjtöttünk, időseknek, gyerekeknek, kutyusoknak, és most a férjemmel így egymásra néztünk, amikor ezen gondolkoztunk, hogy kinek gyűjtsünk idén, és talán egyszerre mondtuk ki, hogy akár lehetne mind a kettőnek, és miért kéne hiszen választani, és ezért döntöttünk úgy, hogy idén a kutya otthont is szeretnénk támogatni az általuk kért adományokkal, tehát megkérdeztük tőlük, hogy mik azok, amiket tudunk segíteni, mik azok, amiket elfogadnának. A Tamási és környéke szociális központ munkatársai száraz élelmiszereket, édességet, Mikulás csomagot, ruhákat, plédeket kértek támogatásként a futás résztvevőitől, amelyeket aztán majd eljuttatnak a rászorulóknak. Az akció nem csak a helyieket mozgatja meg, a környékbeli településekről is örömmel jönnek, és vesznek részt a jótékony sporteseményen. Nekem azt mondták a többiek, hogy ennek is megvan egy hangulata, szeretik feltenni a fejlámpát, a kis villogókat, szeretjük kitenni a fényfüzéreket. Én azt gondolom, hogy az ünnepváráshoz valahogy ez is egy kicsit hozzátartozik. Nyilván egész más 25 fokba is napsütésbe futni, ezt most nem tudjuk sajnos megteremteni, de azt gondolom, hogy ennek az adventi időszaknak talán ez is egy kicsit a varázsa, hogy sötét van, hogy esik, hogy hideg van. A jótékonysági futás résztvevőit éremmel is meglepték a szervezők, emellett forró italokkal és egy kis harapnivalóval kínálták őket.